A Gimes első táncházait és népzenei koncertjeit a Nyitra melletti Gimes községben rendezett ifjúsági táborban tartotta, innen ered a Gimes név, amit 1984-ben vett fel a zenekar. Zenéjük magyar, közép- és kelet-európai gyökerekből táplálkozik. Nyitrán alakultunk, oda jártunk főiskolára a bátyámmal, és ott alapítottuk a zenekart, és alakítottuk, az a alakítás az a mai napig folyik, természetesen. Mindig új, és mindig új zenék, és versek, és akár zenész barátaink is cserélődnek, vagy csatlakoznak még, most már jó sokan vagyunk, most éppen a mai est ez kivétel ebből, hiszen ez egy speciális Gimes koncert csak karácsonykor, és mi azt találtuk, hogy karácsonyi koncertet játszunk, 12 éves lemezünk alapján, nem Törőcsik Mari mondja a verseimet rajta, az a Mendika című lemez. A Mendika az egyébként azt jelenti, hogy mendikálni, hogy kántálni, nálunk fölvidéken, mert fölvidéki a zenekar, tehát ott született a zenekar, és amennyiből az angyal egy újabb karácsonyi anyagot most tettünk össze, és ezt játsszuk, és azt láttuk ki, hogy karácsonykor lám, ím, karácsonyi anyagot fogunk játszani. Ez nem teljesen standard, tegyük a szívünket a kezünkre, és a kezünket a szívünkre. Valamikor azt mondják, hogy karácsonyi, és aztán nincs karácsonyi anyag, ezek szintiszta karácsonyi anyagok, helyenként szakrálisak, várjuk a kis Jézuskát, és örülünk már előre, hiszen ugye az advent az maga az öröm és a várakozás. Üdvözl légy, ó kisbaba, miért fekszel a jászlóban, a hideg istállóban. A táncház mozgalom talált minket telibe annó, 35-6 évvel ezelőtt, és ezért alakult ez a zenekar. Engem, mint vonós embert, mert ugye hegedülök én, és akkor is hegedültem már rég, egy másik zenekar vezetem, én már akkor úgy mentem oda a főiskolára, engem telibe talált a bécsi hangzással szemben, helyenként szemben fogalmazta meg magát ez az erdélyi vonós muzsika, az csodálatos, egyedülálló, szerintem világszenzáció, maga nemében ez páratlan, csodálatos versekkel. Ezt úgy hívják egyébként, hogy magyar népzene. Ebből indult a zenekar lépésről lépésre. Évente, 5 évente megjelent egy-egy új dal, egy-egy új lemez, és egyszer csak aztán előállt a zenekar, mint koncertező zenekar már. De az első években tánckarokat kísértünk, és táncházokat játszottunk. Szarka Tamás azt mondja, akkoriban nem volt túl népszerű a népzene, így az együttes megalapítása nem volt könnyű feladat. Hát akkor 80-as évekről beszélünk, nyilvánvalóan ott fa hangszerekkel mi előjöttünk, az internátus, Kolesz, mi internátusnak hívtuk fölvidéken, de egyébként Magyarországon Kolesznek mondják kollégiumnak, hát ott előhozakodtunk mi a fa hangszereinkkel, hegedűvel, bráccsal, bőgővel, furcsán néztek ránk Ferdén, mint tyúk a szemre, ugye? Mit akarunk mi ezzel? Na de, egyszer csak azért megjelent egy-két ember a kollégiumi szobánkban, aztán több, aztán kiszorultunk már, aztán a folyosóra, és aztán mi onnan is kiszorultunk, aztán akkor már kultúrházakba játszottunk, onnan is kiszorultunk esetleg, és aztán elérkeztünk például a Papp László sportarénában, 4-szer játszottunk már ott is, úgyhogy hosszú-hosszú évek voltak ezek, fél élet vagy egy egész élet kell ehhez, nyilvánvalóan, de nem megrendelésre készült a zenekar, sem a zenéi, nyilvánvalóan, hogy teljesen a trend ellen mentünk akkor, nem tudatosan, mi semmi ellen nem akartunk menni, ezeket szerettük, imádtuk, csináltuk, ennyi volt az egész, vitt előre minket ez a lendület, és aztán valahogy a közönség aztán megtalált, sok-sok év telt el, mire megtalált, de megtalált. A 35 éves felvidéki együttes az elmúlt évtizedek alatt több mint 20 albumot készített,
3500 koncerten van túl, és több mint 30 országban lépett már fel. Számtalan díjjal díjazták már az együttes munkásságát. A legmesszebb, úgy gondolom, hogy oda jutottam én személy szerint el, hogy meglehetősen, tehát nagyon messzire, mélyre be jutottam már, meglehetősen jól ismerem magam, mert befelé pont olyan óriási távolságok vannak, mint kifelé. Jó, hát az, hogy voltunk Tokiótól New Yorkig, meg ami közte van, Árkon és Berken túl, bejártuk a világot, tehát 30, közel 30 országban játszottunk. Szerintem most már 3500 koncerten túl, ezek számok jól hangzanak, szépek, de kezdjük előről az életünket ma este, mert a Tolnai drága közönség, meg hiába mondom ezeket a számokat, kiírom, hogy 3500 koncert kedves Tolnai közönség, Kossuth díj és 30 ország, na de hol a muzsika, mondja ugye a drága zsűri, mert így is mondják a közönséget. És akkor mi ilyenkor előről kezdjük, és azt mondjuk, hogy itt van, vagy nincs itt, de szerintem itt lesz. Az együttest alapító Kossuth díjjal is elismert Szarka Tamás azt is elárulta, mire a legbüszkébb. Nem szánt vet az égi madár, mégis eltartja a határ. Én sem szántok, nem is vetek, mégis megélek köztetek. Abból élek, amit szeretek. Erre büszke is vagyok, és ezt megfelelőképpen becsülöm. Szerintem, aki megél abból, amit szeret, az az élete felét már megnyerte. Szép jön, szép csillag, szép napunktában, szép napunktában. Szép jön, szép csillag, szép napunktában, szép napunktában. Boldogságos karácsonyt, szépséges ünnepeket kívánok minden tolnainak.